És adott esetben rollerrel is lehet közlekedni, és ezzel nem csak a saját egészségünknek, hanem a környezetünknek is jót teszünk. A közlekedési helyzet sajnos mindenhol aggasztó, nagyon nagy probléma, talán ezzel is lehet ezen a problémán is enyhíteni. Arra koncentrálunk mindig, hogy lehetőségeinkhez híven keverjük az utazási módokat, és ösztönözzük a lakosokat, a gyerekeket is arra, hogy aktív életmódot folytassanak. A mobilitás is erre utal természetesen. Tehát kedves budakeszélyek, ha tehetjük, minél többet gyalogoljunk, sétáljunk, biciklizünk, fussunk, tegyünk a saját egészségünkért, és védjük a környezetünket is. Különböző korosztályoknak különböző tesztlapokat kell kitölteni, alapvetően a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatosan. Átbeszéljük, így van, hogy amire helyesen tudtak válaszolni, illetve az rendben van, és amit esetleg hibáztak, azt pedig átbeszéljük, hogy a kerékpár kötelező tartozékai, meg hát alapvető kerékpáros tudnivalók vannak benne. Mi a feladat ezen az állomáson? Átmenni a bólyák között, amik kapuként funkcionálnak, és a végén egy nagy kerülőt tenni, és visszaérni a célállomásba. Mindezt rollerrel gondolom. Pontosan. Az óvodásoknak fel kell ismerni egészséges zöldségfajtákat, gyümölcsöket, úgy, hogy nem láthatják, nem szagolhatják meg, hanem csak tapogatni egy terítő alatt, megfoghatják és kitapogathatják, hogy paradicsom vagy alma, vannak benne kakukktojások is, mint például... Avokádó vagy... Nem. Ahhoz mondjuk az avokádó, azon vitatkoznak, hogy zöldség vagy gyümölcs, de szóval toboz, meg szappa, meg ilyenek is vannak benne kakukktojásként. A nagyok pedig a felsősök, meg a gimnazisták egészséges életmóddal kapcsolatos kérdéseket kapnak, és keresztrejtvényként kell megfejteni. Mennyire ügyesek az eddigi visszajelzések alapján, mennyire tudják, hogy mi az egészséges és mi nem? A nagyok nagyon ügyesek voltak. Volt, akinek annyira gyorsan megoldották, hogy még pluszpontot is kellett adni. Aki teljesítette az akadálypályát, az ilyen járműves matricát kap ajándékba. Gondolom, hogy szívesen, ahogy látom is, szívesen vesznek részt a feladatban. Igen, igen, nagyon szeretik. A mozgás az lételemük a kicsi gyerekeknek, úgyhogy ez nagyon jó, hogy így ki tudják magukat próbálni. A mai rendezvény az önkormányzat szervezésében valósult meg, együttműködve a művelődési központtal, de egyébként Magyarország kormányától 350 000 forintot kaptunk a mai rendezvény megvalósítására, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Kenyér lesz, mindig elés lilahagymával, és természetesen 3-4 fajta bor mellé, amit a jó barátunk szolgáltat itt, finom házi pálinkával, és minden évben szeretünk ide kijönni, hiszen ez lehetőséget ad egymásnak, egymás megismerésére, egy közvetlen kapcsolat kiépítésére, és hát egy jó pofa szomszédolás, egy beszélgetés. A tavalyi szomszéd ünnepen üdvözöltük és szeretettel köszöntöttük a városunk legfiatalabb és legidősebb lakóját is. Szerintünk egy nagyon szép hagyomány, úgyhogy szeretnénk ezt is megtartani idén. Úgyhogy engedjétek meg, hogy a legfiatalabb lakónak, a nagymamájának adjuk át azt a kis ajándékot, amivel az önkormányzat kedveskedik. Az idei év legfiatalabb lakója pedig Gussinger Déneske, aki augusztus 22-én született este 4-8-kor. Úgyhogy nagy szeretettel szeretném kérni Fekete Margitot, a nagymamát, hogy vegye át a csomagot, ami természetesen baba ápolási eszközökből, kisapkából, krémekből, cumiból és egyéb ilyen eszközökből áll, úgyhogy használják jó egészséggel. És Budakeszi legidősebb lakosa pedig decemberben ünnepelte a 99. születésnapját. Tavaly is ő volt a legidősebb budakeszi lakos. Ő most nem tudott eljönni, de az ajándékcsomagot természetesen megkapja. Dr. Gáspár Gyula bácsi, Isten éltesse, további jó egészséget kívánunk neki, őt is tapsoljuk meg.